estét kívánok, kedves nézőink! Önök az M-Tén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják. Nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Egészségügyben dolgozók ünnepe, Semmelweis nap sátorolja új helyen. Szeméttelep felszámolás, az empléni régi hulladéktároló kétharmadát már rekultiválták. Útfelújítás a sátoraljaújhelyi kalandpark felé vezető útszakaszon is. Semmelweis nap alkalmából köszöntötte Sátoraljaújhely önkormányzata az egészségügyi és szociális szférában dolgozókat. A Városházán tartott ünnepségen Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Tóth Ildikó, az Erzsébet Kórház megbízott főigazgatója beszélt. Az ünnepségen átadták a dr. Illés László egészségügyi díjat és a zempléni betegekért kitüntetéseket. 1818. július 1-én született Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője, kinek emlékére július 1. napja a Magyar Egészségügy napja. Ez alkalomból köszöntötték Sátoraljaújhelyben az egészségügyi és szociális szférában dolgozókat. Önöknek is vannak gyerekei, önöknek is vannak számlái, amelyeket ki kell fizetni, és hát önök sincsenek megfizetve. Mégis azt tudom mondani, hogy egy biztos pontja a régiónak Sátoraljaújhely a maga egészségügyi és szociális infrastruktúrájával, de leginkább nem az infrastruktúra miatt, nem a képítettség miatt, hanem azok miatt, az emberek miatt, akik most itt vannak ebben a teremben, vagy éppen most is a munkájukat végzik. Sátoraljaújhely önkormányzata idén is elismerte a gyógyítás-ápolás iránt elkötelezett egészségügyi dolgozók szakmai munkáját a dr. Illés László közegészségügyi díjjal, melyet idén Lénárt Józsefnének, az Erzsébet Kórház ápolási igazgatójának ítéltek oda. Nagyon-nagyon meglepődtem, komolyan mondom, nagyon köszönöm mindazoknak, akiknek eszükbe jutottam. Én ezt úgy gondolom, hogy ez az ápolás szakmának az elismerése. Ilyen magas kitüntetést a városba ápolás szakma részéről még nem adományoztak. Én ezt úgy gondolom, hogy ezt a többi kollégám, kolléganő nevében gondolom ezt a díjazást. Ez nekem egy erőt ad, én alapjában véve egy pozitív gondolkodás ember vagyok. Voltak a pályám során jó, kevésbé jó dolgok, de én mindig a szépre emlékszem, úgyhogy nekem ez egy kitartást is erőt ad, hogy mindazt a munkát, amit elkezdtünk, azt tovább folytassuk. Az Erzsébet Kórház főigazgatója az ünnepségen hangsúlyozta. A Semmelweis nappal jelzik az egészségügyi dolgozók megbecsülését. Nagyon fontos, hogy ne csak magunkat ünnepeljük, hanem bennünket ünnepeljenek, úgyhogy a mai nap erre egy nagyon jó példa, hogy a polgármesteri hivatalban az önkormányzat vezetői gyakorlatilag kinyilvánították, hogy számukra fontos ez az ágazat. Az ünnepségen átadták az Erzsébet Kórház által alapított kitüntetéseket is. Zempléni betegekért díjban részesült Zubkó István, a gazdasági ellátóosztály osztályvezetője, Szabóné Nagy Mária asszisztens, Timkó Miklósné szakápoló és Kisné Tüdős Ivett orvosírnok. Írnokként kezdtem, és ahogy az éveimet letudtam a szakrendelőbe, illetve az osztályokon, úgy vált bennem, úgy élelődött ez a gondolat, hogy szeretnék még többet, hogy tényleg tudjak nekik segíteni mindenben, ne csak abban, hogy megírjam a leleteiket, a záró jelentéseket, a receptjeiket, hanem tényleg tudjak nekik segíteni, ezért végeztem el az iskolát, egy alapfokú egészségügyi iskolát, és bízom benne, hogy a jövőben még többet tudok értük tenni. Az ünnepség végén Ady Anna művészeti óvoda gyermekei műsorral a város alpolgármestere pohárköszöntő keretében köszöntötte az egészségügyi és szociális szakma képviselőit. A szeméttelepek felszámolásáról tartott fórumot az Abói Zemplén Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás. A Sárospataki Fórumon bemutatták azokat a kisebb szeméttelepeket, amelyeket teljes felszámolással szüntettek meg a térségben. A nagyobb hulladéklerakók, mint például a Sátoraljaújhelyi Némahegyi esetében a biztonságos rekultivációs eljárást ismertették az érdeklődőkkel. A társulás két pályázaton összesen 37 szilárd hulladék lerakó megszüntetésére nyert támogatást, ezeknek kétharmadánál már elvégezték a rekultivációt.
Hollóháza egykori szeméttelepéről teljes egészében elszállították a hulladékot. A több évtized alatt felhalmozott lakossági és közületi szemét innen a Bodrogkeresztúri lerakóba került. A valamikori szeméttelepről 70 ezer köbméter hulladékot szállítottak el. A falu polgármestere szerint nagy teher volt ez a már évek óta lezárt terület az önkormányzatnak, hiszen a veszélyes hulladékok akkor is szennyezték a környezetet, ha több mint 10 éve már nem raktak oda szemetet. A porcelángyár volt az elsődleges termelő, meggyőződés, ami mintegy 60 ezer köbmétert az elmúlt időszakok, évtizedek hagyatékát azt a porcelángyár halmozta fel, hiszen amikor megbontottuk a szeméthalmokat, akkor látszott, hogy a hulladéktest jelentős része porcelántörmelék, gipszforma és egyéb gyártási segédeszköz, egy minimális mennyiségű kommunális hulladék volt csak benne, úgyhogy egy jelentős szennyező tömeget szállítottak el a település határából, amely egyébként természetvédelmi terület, tehát nagyon fontos volt számunkra, hogy eltűnjön onnan. Az Abói-Zemplén szilárd hulladék lerakó gazdálkodási önkormányzati társulás Sárospataki lakossági fórumán a már rekultivált és a megtisztítás előtt álló telepekről számoltak be a lakosságnak. A társulás két pályázatból 37 telep felszámolására nyert Európai Uniós forrást. Ennek kétharmadát már rekultiválták. A már megtisztított területek gondozása az önkormányzatok feladata lesz. Vannak települések, ahol már ezek hasznosításában gondolkodnak. A gondozás az több mint 5 év, hiszen ugye a felügyelőségek van, ahol 30 évet írtak elő, tehát ez egy hosszú távú folyamat, de 5 év után azért elképzelhető, hogy mondjuk ezeken a területeken mondjuk egy parkosítással valami kis egyszerűbb létesítményeket, egy kis pihenővezetet, ilyesmit hozzanak létre az önkormányzatok. Ugye például van olyan település, ahol felmerült az, hogy mellette egy halastavat kialakítva, ugye milyen jól mutatható, hogy ott van egy domb, ami ugye szépen le van füvesítve, és onnan ugye a tó nagyon jó kilátást jelenthet ugye a településnek, és akár ez egyfajta ilyen szabadidős helyként ugye megjelenhet a térségben. A Sárospataki Lakossági Fórumon a hulladék lerakók felszámolásának eljárásairól és a területek további sorsáról hallgathattak meg információt a jelenlévők. Megújul a Rudabányácska felé vezető út kenyérgyár és kalandpark közötti szakasza. A beruházást a Magyar Közút ZRT végzi. Az útszakasz új aszfaltszőnyeget kap, és a patkát is megerősítik. A beruházás idején útzár van érvényben, ezért Bányácskát Károlyfalván keresztül lehet megközelíteni a mai nap és pénteken. Munkagépek dolgoznak a Rudabányácska felé vezető úton. Jelenleg a kenyérgyár és a kalandpark bejárata közötti szakasz újul meg. Az út a Magyar Közút ZRT fenntartásában és kezelésében van, így a beruházást is a cég végzi. Sátoraljóújhely önkormányzata hosszas egyeztetéseket folytatott a közút helyi és megyei vezetésével, azért, hogy a nagy terhelést kapó közút felújítása megtörténjen. Szeretük volna, hogyha teljes útszakaszt meg tudják újítani legalább Bányácskáig, majd ez igazán üdvös az lenne, hogy ha egészen körbe, amelyre a járatos busz is közlekedik Károlyfalváig, de most egyelőre azt sikerült elérnünk, hogy gyakorlatilag az első nagy kanyarig a kalandpark bejártáig tud megújulni az út. A legkritikusabb szakasz egyébként, aki még emlékszik rá a régi Sinter telepnél, az a S alakú kanyar, ahol minden télen rettenetessé válik az út. Egy teljes útburkolat felmalarás és egy új aszfaltszőnyeg terítése fog megtörténni, illetve stabilizálni fogják a patkát. Az útfelújítás teljes útzár mellett történik, ezért a Rudabányácskán élők kerülővel Károlyfalva felé tudják megközelíteni a települést a beruházás elvégzésének két napján. Szeretném a Bányácskán élők és azon az útszakasz környékén élőknek a türelmét kérni, hiszen csütörtökön és pénteken le lesz zárva az út a közúti járműforgalom elől, tehát a bányácskiaknak is Károlyfalva felé kell egy kis kerülővel hazatérni, de én azt gondolom, ez a pici kényelmetlenség megéri, hiszen egy teljesen megújult aszfaltszőnyegen tudnak majd beközlekedni a városba, illetve hazamenni a dolgok végeztével. Sátoraljóújhely önkormányzata bízik benne, hogy az idei gyors beavatkozás a jövőben folytatódni fog, és Rudabányácskán át egészen Károlyfalváig új aszfaltszőnyeget kap az út. Jó napot kívánok, jó munkát! Az idei nyári szezonban megkétszerezte alkotói szaktáborainak számát a Sárospataki Művelődés háza és könyvtára. Mindezt azért, hogy minél több embert tudjanak bevonni a házban működő szakmai munkába. A tematikus csoportjaik egy része úgynevezett bejárós tábort szervez felnőtteknek, míg az ifjúságnak szóló bentlakásos táborokat valamely közeli településre szervezik.
Évtizedek óta szerveznek táborokat a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtárában. A legsűrűbb időszak természetesen nyárra esik. Idén 5 már hagyományosnak mondható táboron túl egy pályázati programnak köszönhetően további 4 tematikus, egész hetes tábor megszervezésére is lehetőségük van. Az igazgatónő azt mondta, minden szakmai terület megszervezte saját nyári foglalkozásait. Foltos pillekörtábora lezajlott júniusban, ugyancsak túl vagyunk már a hagyományos népművészeti táboron, ez a hutai táborban valósult meg. Napokban zajlik Herceg Kuton a könyvtár által szervezett kreatív gyermektábor. A Bodrog Néptánc Együttes tagjainak már hagyományosan augusztusban szintén lesz egy szakmai alapozó tábora, és júliusban pedig szintén hagyományosan az Empléni Rajztanárok Alkotókörének lesz egy nagy tábora, ez most Kenizlőn. A Legyen Álmod Kerekedő projektben pedig Kenizlő, Tolcsva már túl van a táborokon, a Rákóczi iskolának pedig 2 csoportja még ezt követően utazik majd Tálkibányára. A Herceg úti ifjúsági táborban a könyvtár által szervezett kreatív alkotótáboron 23 fiatal résztvevő van. Nem csak Sárospatakról, Érdről és Budapestről is érkeztek fiatalok. Naponta 2 foglalkozáson vesznek részt az ügyeskező gyermekek. A gyerekek már eleve nagyon kreatívak, tehát azért jelentkeztek ebbe a táborba, mert szeretnek kézműveskedni. Mindent biztosítunk a számukra, hogy a fantáziájuk szabad szárnyalására legyen lehetőség, és természetesen a szép érzéküket, az esztétikai érzéküket próbáljuk irányítani, de az a lényeg, hogy ők a saját fantáziájuk alapján fejlődjenek. A foglalkozásokon készült agyag és fatárgyakat, valamint rajzokat magukkal vihetik a gyermekek, a legjobbakat külön dokumentálják egy későbbi kiállításhoz. Egy tábor a leukémiás és daganattal küzdő gyerekeknek, egy hét együtt lét a család valamennyi tagjának. Ez a tündértánc tábor, amelyet immár 7. éve a Kosztyú Ádám emlékére alapítvány önkéntesei szerveznek meg. A több mint 160 fős csapat ismét Sárospatakon lesz együtt egy hétig, ám a szórakozásukat a Sátoraljaújhelyi önkormányzat is segíti kalandparki élményekkel. Felvételeink egy évvel ezelőtt készültek a tündértánc tábor lakóiról. A Kosztyú Ádám emlékére a Zempléni Leukémiás és Daganatos Gyermekeiért Alapítvány önkénteseinek egyik legfőbb programja ez a tábor, amelyet idén is megszerveznek. A program amellett, hogy kiváló kikapcsolódás a beteg gyermekeket nevelő családoknak, jól megtervezett terápiás együttlét is. Így a szórakoztatás mellett élmény- és művészetterápiás elemekkel tarkítják a szervezők ezt az egy hetet. Mindenki ilyenkor töltődik fel energiával. Nagyon jó dolog látni már azokat a gyerekeket, akikkel annak idején együtt küzdöttünk mi is, hogy meggyógyultak, tehát újból egészségesek, megváltoztak. A feszültséget le tudjuk vezetni, azért mindenki be időközönként elraktározódik, a szülők egymás között meg tudják beszélni a problémáikat, a gyerekek egymás között, és ez nekünk... Mi egy más világból jöttünk, tehát ez nem múlik el nyomtalanul, és emiatt azért kell nekünk az, hogy találkozzunk, kibeszéljük magunkból azokat a történéseket, amiket sajnos nem lehet elfelejteni. Az idén több mint 160 beteg gyermeknek és hozzátartozójának biztosít egy hetes ingyenes tábort a Kell Alapítvány. Segítségükkel nem csak hazai, de határon túli magyar gyermekek is kikapcsolódhatnak a tündértánc programjaiban. Ezen az éven Oroszország, Ukrajna, Csehország, Szlovákia, Románia a külföldi csapatunk része, ezen kívül pedig a hazaiak az ország minden részéről, de hát természetesen a kemény magot azt a Miskolc megyei kórházban kezelt rákos gyerekeknek a szülei alkotják, hiszen annak idején a mi gyerekeinket is ott kezelték. Sárospatakon ingyenes fürdőhasználattal, Sátoraljaújhelyben kalandparkozással támogatják a tábor lakóit. 15. alkalommal rendezik meg július 1-e és 6-a között Sárospatakon az Eszterházy Károly Főiskola Comenius karán a Honvédelmi Nyári Egyetemet. A rendezvény célja, hogy hiteles előadóktól halljanak a hazai hadtörténelem legfontosabb eseményeiről a résztvevők, akik között több mint 100 hazai, erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai középiskolás, főiskolás, valamint egyetemista van jelen.
Nagy múlttal és pontos nemzeti értékeket szolgáló hagyományokkal rendelkezik a Sárospataki Honvédelmi Nyári Egyetem. A szervező honvédség és társadalombaráti kör az egyetlen olyan hazai szervezet, amely a Nagy Magyarország egészét lefedi működésével. Jelenleg több mint 40 csoportjuk van. Minden évnek megvan a saját tematikája, de már harmadik éve egy fontos korszakból merítenek az előadók. 45-től a rendszerváltozási történő időszakot dolgozzuk föl, mégpedig nem történészekkel, hanem a hitelesekkel. Azok, akik részt vettek, azok, akik a Rákosi idő alatt a börtönben ültek, börtönben szenvedtek, a Recski tábornak a foglyai voltak, kint a gulág szörnyűségei szenvedték el, 1956-os forradalom és szabadságharcnak kiemelkedő személyi voltak. Így található meg idén a zárónapon előadóként Wittner Mária, aki 56 után 13 évig volt börtönben. Az előadások során a 100 évvel ezelőtti eseményekre is kitérnek, több a 21. században aktuális katonai kérdés mellett. A 100 évvel ezelőtti világháború témaköre, tehát erről is beszélni fogok, előzményekről, mi történt június 28-án, mi történt előtte, mi történt utána. Fogok beszélni a mindenkori Magyarország, vagy magyar részvételről a nemzetközi békeműveletekben, fogok beszélni arról, hogy mennyi helyen van jelenleg a világon konfliktus, válság, háború, és az ENSZ, EBSZ, NATO, Európai Unió és a többi nagy szervezet hogyan tud valamelyest is segíteni, élhetőbbé tenni az életet. A fajsúlyos előadások megérintik a fiatalokat, kihatnak életükre. Hát én úgy állok a világhoz, hogy tegyél jót, és jó történik vele, tehát én igyekszem jó ember lenni, és de sajnos nem bírok nagy hatalommal, nem tudom befolyásolni a politikai dolgokat, és én az ilyen témától igyekszem elzárkózni. Sajnos nem tudok mit tenni, úgy igyekszem jót lenni, és így kis dolgokban segíteni az emberiséget. A nyári egyetem részeként a résztvevő fiatalok és az előadók is megismerkednek Sárospatak épített és szellemi örökségével is. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Egészségügyben dolgozók ünnepe, Semmelweis nap sátorolja új helyen. Szeméttelep felszámolás, a zempléni régi hulladéktároló kétharmadát már rekultiválták. Útfelújítás a Sátoraljaújhelyi kalandpark felé vezető útszakaszon is. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!